szívproblémák úgy túl van bonyolítva, úgy fel van fújva és annyira szét van részletezve, hogy még az egészségügyi rendszerben is külön osztály, a kardiológiai osztály foglalkozik vele. Nehogy azt gondold, hogy annyira külön létező dolog lenne az, ez igazából a szívproblémák is, a érzelmi konfliktusok következménye, és élőben megtapasztalhatod, hogyha a konfliktust, ami ahhoz a szív tünethez tartozik, megoldod, akkor végig tapasztalod a helyreállítási szakasznak a tüneteit, és kifut az elváltozás. Jó, de hát létezik 60-80 szív probléma, el ne gondold már, hogy ilyen bonyolult az élet. El ne hidd már azt, hogy doktori diszertáció kell ahhoz, hogy a, vagy biológiát megértse, vagy az elváltozásokat megértse. Nem, csak józan paraszt ész kell hozzá. Figyelj, a szív, Többféle szövetből épül fel, néhány szövetből épül fel, a különböző szövetek különböző konfliktusokra reagálnak. Tehát nézzük akkor röviden sorban a szívnek a felépítését. Hát ugye ott vannak az erek, amik befutnak a szívbe, azok mind módosult kötőszövetek. Szívre szociált önértékelés, letörés. Tehát amikor valakinek egyszer hallott, hogy aorta disztrupciója volt, hogy mondják ezt magyarul szépen, aorta felrepedése, aorta kipukkanása volt, na az az illető tíz évig önértékelési konfliktus csinált a szívéből. A szívre asszociált önértékelési konfliktus. Menjünk lejjebb, vannak ott a sima izomszövetek. Ugye ez az ó szív, ahogy régen mondták, ez a régi szív, a hüllőszív sokféleképpen lehet nevezni, ami átalakult a fejlődés történet során, és hozzáalakult a harancsikot izomszövetből álló bitangerős rész mind a kettő fajta szövetnek megvan az előnye, ezért anyatermészet úgy döntött, hogy a kettőt kombinálja. Tehát meghagyta a pitvarnál a simolizom szöveteket, mert a simolizom szöveteknek a működtetése egy olyan betonstabil dolog, hogy egy totál öntudatlan, ripityára tört, autóbalesetet szenvedett embernek is működik a szíve, akkor is, hogyha a fejét szétzúztam, azért, mert ez így van kitalálva. Tehát a sima izomszövet extrém megbízható, extrém stabil, üzemstabil. A szív pitvar izomszövete, a szívnek a haráncsikolt izomszövete, ez a két izomszövet különböző konfliktusokra reagál. A részleteket megtalálod a szervatlaszban, vagy menjél fel az internetre, és akkor ott is megtalálod már. Ott nincs olyan könnyű dolgod, mint a szervatlaszban, ennyire precízen össze van szedve és akkor meg tudod nézni, hogy milyen konfliktus. Na, még annyit elárulok, hogy a haráncsikolt izomszövet, ami fejlődés történet során később alakult ki, az egy nagyon erős szövet, különlegessége viszont, hogy nagyon finoman vezérelt. Tehát egy agyrázkódásnál már nem biztos, hogy tökéletesen működik. Viszont a sima szövet az, az életed utolsó pillanatáig automatikusan és precízen működik, atommegbízható. megbízható. Úgyhogy a konfliktusokat megtaláljátok a szárvatlaszba. Szeretném tisztába tenni, hogy nem bonyolult, nyugodjál le, nem bonyolult, egyáltalán még én is meg tudtam érteni. A szervatlaszban pontosan ezért a célra külön egy oldalt készítettem abból a célból, hogy a szív tüneteket, a szív problémákat összefoglaltam. Kérlek, nézd meg, hogy neked mi van. Ugye szakemberrel diagnosztizáltatni, diagnosztizáltatni kell, hogy tulajdonképpen mi van, van a dolgod, hogy minek utána keresgessél. Megnézed, és megtalálod az összefüggéseket. Mi van akkor, hogyha valaki mond valamit, és nem stimmel, hát akkor, akkor az a valaki lehet, hogy tévedett, vagy lehet, hogy félre vagy lehet, hogy félrement valami információ. Tehát szálljunk már le erről, könyörgöm, hogy ki a jó indulatú, meg a rossz indulatú. A biológiában ilyen nincsen. A szív tünetek is, mert már csak úgy hívjuk őket, hogy szív tünetek, ezek nem szív problémák, ebben nem lehet belehalni. Tehát ez a másik dolog, hogy évtizedes konfliktus aktivitás kell ahhoz, hogy ezek közül bármelyik veszélyes legyen, ami extrém ritkán jön össze. A lényeg az, hogy meg tudod találni az összefüggéseket, meg lehet érteni, megnézed, hogy milyen tüneteid vannak, melyik szövetrészhez tartozik, hogy melyik szakaszban jelentkezik, hogy ez konfliktus aktív alkalmazkodási, vagy a konfliktus követő, konfliktus megoldást követő utószakaszban jelentkezik, vagy éppen az epilepto krízisben, és, és akkor rá tudsz jönni ezért is lenne fontos, hogy magadnak tájékozódjál. Bocsánat, csak a szúnyogok. Tehát, hogy magadnak tájékozódjál. Mert senki nem fog téged győzködni. A biológikusok nem pénzorientáltan foglalkoznak a biológikával, hanem mindenki nagy hasznát veszi személyesen, és te is személyesen tudod a legnagyobb hasznát venni. Kérlek szépen szálljunk már le arról a hagyományos, ostoba megközelítésről, hogy nem veszem komolyan a testemet, nem veszem komolyan az életemet, nem veszem komolyan a konfliktusomat, majd, ha majd baj lesz, akkor elmegyek egy ilyen fehér köpenyes jótevőhöz, aki jól lehúzza rólam a hatodik bört, és azt megnézhetem, hogy túléleme vagy sem. Szállj le róla, ne bízd másra az életedet, ne gondolkodj másban. Én ilyen ember vagyok, hogy szeretem magamnak bebiztosítani a dolgaimat. És szeretek totál atombiztos nyugodt lenni, hogyha szívritmus zavarom van, hogy mi az, miért van az, és meddig tart az, mert mindent ki lehet számolni. Nem egyiket, másikat, kipróbáltam én is. Nagyon vicces, baromi ijesztő tudna lenni, hogyha az ember nem tudná, hogy miről van szó, de többet kipróbáltam, végig tapasztaltam, és biztos, hogy be is, te is az életed során bele fogsz futni olyan elváltozásokba, amik szív tünetekkel járnak együtt, ott lesz a lehetőség, hogy élőben megtapasztald, csekkold, ellenőrizd, ha pedig nagyon okos vagy, akkor nem magadon, hanem másokon ellenőrzöd a biológikát és a biológiai összefüggések helytállóságát, és így soha nem leszel másra utalva. Úgyhogy Ennyi, ne aggódjál. Ki lehet szépen mindent küszöbölni, vannak olyan konfliktusok, amiből nem, nem tudjuk kikerülni, belefutunk, van ilyen, jönnek, mennek a tünetek, és ezt követően tudod ellenőrizni, és hogyha leszálltál a konfliktusról, akkor kifutnak a tünetek, ezt is lehet ellenőrizni. Ennek is itt vagyok az élő példája. Úgyhogy köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket.